Zsíri életmódpercek itt a Life Networkön. Üdvözlöm Önöket! A tiszta táplálkozás a legfontosabb. Ezt vallja Sütő Enikő. A korábbi modell trambulinon edzi a testét, de az is előfordul, hogy focizni indul. Furcsán hangzik? A következő másfél percben kiderül, miért ezt a sportágat választotta Enikő. Én sosem eszem gyümölcsöt gyümölcsel, mert a gyümölcsben lévő cukrok összeerjednek, úgyhogy mindig egy óra szünetet tartok, amikor gyümölcsöt eszem. Tehát mondjuk egykor eszem szilvát, kettőkor dinnyét, háromkor a következőt, és nagyon lényeges, hogy a gyümölcsöt teljesen szeparáltan fogyasztom, tehát sem szénhidráttal, sem fehérjével nem keverem össze, és azt gondolom, hogy ez a tiszta táplálkozás egyik alappillére. Az étkezésemben nagyon fontos, hogy naponta ötször az ételeimnek a fele nyers legyen. Ami azt jelenti, hogy én otthon elkészítem a salátámat, ami általában répa, karalábé, káposzta, cékla, és ezt beteszem egy kis dobozba, és akkor ahol éppen étkezem, ezt előveszem. A sportban úgy hiszek, hogy életforma, tehát nem úgy hektikusan tavasszal induljunk ki a természetbe. Ami nekem otthon van, az egy trambulin. Én a trambulinon ugrálok és futok, az kettő az egyben van, közben tudok híreket is nézni, vagy valami mást is hallgatni. De egyébként nagyon szeretek focizni, utálom nézni a focit, viszont gyakorolni igen, és azért is jó, mert szerintem nincs narancsbőrös focista. Hallhatták, hölgyek, a foci a narancsbőr egyik legjobb ellenszere, persze ha csináljuk, és nem hogyha nézzük. Ez Zsír Mini Magazinok folyamatosan itt a Life Networkön, ezt ne feledjék. Találkozunk még. Viszlát!